Tehát a ma estére tervezett témakörök azok a következők, a galaxis szó jelentése, galaxisokról magyarul, osztályozások, a Hubble és a De Vaucouleurs féle osztályozások, ez a két legfontosabb, amivel meg kell ismerkedni. Ezt a legtöbb amatőr csillagász ismeri, legalább a Hubble félét egyébként. Utána a különleges galaxisok hosszú listájáról fogok beszélni nektek, de néhányat kihagyok, a galaxisok típusainak ismertetéséből. Például a törpe vagy az irreguláris galaxisokra ma este nem kerül sor, mert egyszerűen túl sok mindent kell mondanom, és nem fér bele az időbe ez a kettő. Ugyanígy a Wolf-Rayet, vagyis W-r galaxisokról sem fogok beszélni, mert tavaly október 17-én az akkori virtuális csillagászati klubban már szó volt a Wolf-Rayet csillagokról, a Wolf-Rayet halmazokról és a Wolf-Rayet galaxisokról. De azért a lehető legtöbbet igyekszem belevenni ebbe a ma esti körülbelül egy órás előadásba. Maga a galaxis szó, ezt azért idézzük fel, hogy az előadás egy kicsit belemelegedjen, az egy görög eredetű szó. A görög nyelvben gala az tejet jelent, a galaxias kyklos pedig teljes kört, ezzel írták le az égbolton látható, fénylő, felhőszerű fénylést. Ez latinus szó szerint fordítva Via Láctea, angolul pedig Milky Way, németül Milchstraße, magyarul pedig tejút. Ezért vannak más nevei is a tejútnak. Magyar népi neve a hadakutya, koreaiul ezüstút, arabul szénakereskedő kutya. A finnészt folklórban madarakutya, ami megjelenik a lett és a litván folklórban is, japánul mennyfolyója, a norvég-izlandi nyelveken téli folyó, Velszül pedig egy hősről, Gvidionról nevezték el. Bocsáss meg, hogy be kell szólnom. Úgy látszik a Skype az sztrájkol. Most elkezdtem letölteni a diaanyagot, 5 perc van hátra. Eddig ezt az 5 percet kellene kitöltenünk valami töltelékanyaggal, és akkor megy a réges-régi módszer, hogy szépen magam adagolom a diát innen helyből, és a Skype-ot most hát egyenlőre hanyagoljuk. Tiéd a szó. Jó, addig a szép szivárvány képe alatt arra fogok mesélni nektek, hogy miből is áll egy galaxis, ez lett volna a következő, az előadót bemelegítő dia. Hát áll csillagokból és csillagmaradványokból. A csillagmaradványokba beleértjük a fehér törpéket, a fekete lyukakat, a neutron csillagokat, de a planetáris köröket és a szupernóva maradványokat is. Áll planetáris testekből. Ide minden olyat belesorolunk, ami önálló természetes úton magfúzióra képtelen égi test. Ezeknek a tömege körülbelül 13 Jupiter tömeg alatti, egy kicsit függ ez a tömeghatára kémiai összetételtől. És magában foglalja a meteorokat, az üstökösöket, a holdakat, a nagybolygókat, a kisbolygókat, mindent, ami 13, körülbelül 13 Jupiter tömegnél a kisebb. Ezen kívül áll egy galaxis csillagközi gázból és porfelhőkből, és ez a három fő csoport, a csillagok, csillagmaradványok, planetáris testek és a csillagközi gáz és porfelhők alkotják a galaxisnak a látható anyagát. A legtöbb galaxis körbeveszi egy haló, ami főként hidrogéngázból áll. Ez látható fényben nem megfigyelhető, nem sugároz a mi hullámhosszainkon, amiket a szemünk lát. Ellenben röntgen fényben igencsak feltűnő és a legtöbb galaxis körül látható. Van ismert összetevőjű halvány anyag egy-egy galaxisban, fekete lyukak például, vagy csillagmaradványok, barna törpék, fehér törpék, amelyek nem járulnak hozzá lényegesen a galaxis világító anyagához, de vagy nagyon mély expozíciós idejű felvételeken, vagy a gravitációs hatásukból tudunk a létükről. Egy galaxis látható anyagán túl van nem látható anyag is, amit a csillagászatban sötét anyagnak neveznek. Ennek miben léte az igazából nem tisztázott, nem tudjuk, hogy miből áll, és egy-egy galaxisnak akár a 90%-át is kiteheti, a galaxis tömegének akár a 90%-a is sötét anyagból állhat. Egy galaxis az gravitációsan kötött, mindezek benne vannak.
legtöbb galaxisnak a közepén van egy központi, nagyon nagy tömegű fekete lyuk. Ez a nagyon nagy tömeg, ez akár millió, tízmillió, vagy akár milliárd naptömeget is jelenthet. A tejútrendszer közepén, a nyilas csillagkép irányában egy körülbelül 3 milliárd naptömegű fekete lyuk van. És a tejútrendszernek az teljes tömegét, az körülbelül 100 milliárd naptömegre becsülik, tehát a központi fekete lyuk az csak a 3%-át teszi ki az össztömegnek. Ez ugye teljesen más arányt jelent, mint például itt a naprendszerben, a központi égitest a nap, ez a naprendszer tömegének a jó 99%-át kiteszi. Egy galaxis közepén található fekete lyuk, az csak a galaxis össztömegének a néhány százalékát jelenti, a tejútrendszer esetében, tehát a 3%-át. A mi tejútunkkal kezdődött igazából a galaxisoknak a megismerése, és a galaxisoknak az osztályozása is. Először a tejutat csillagokra Galilei bontotta 1609-1610-ben, és én itt magamnál látok egy nagyon szép rajzot arról, hogy Galilei hogyan néz a távcsövébe, és hogy hogyan figyeli meg a fias csukot. Nagyon remélem, hogy nem sokára átérnek a diák, és kettő szépen perc. El tudja. Igen, 2 perc. Sajnos tudom, hogy ez így nem jó, mert ez olyan, mintha rádió közvetítést hallanánk, de ez a tejút részére azért nagyjából eljutottunk. Hát a technikai részletekért nem mi vagyunk a felelősek. Tehát, hogy minden az újonnan bekapcsolódók is értsék és tudják, hogy mi zajlik. A Skype nevű nagyszerű rendszer, amin keresztül beszélgetünk, rendelkezik egy képernyő megosztással. Az elmúlt egy hónappal ezelőtti BCK-n kiválóan működött, hogy az előadó maga saját székében, esetünkben ugye Szilárdról volt szó akkor is, kiválóan vezérelte a saját díjanyagát, és ez élő adásban látszott a Skype megosztáson keresztül. Most körülbelül egy perc után a képernyő megosztás kikapcsol. Most semmi gond nincs, letöltjük az eredeti hát, de van. Adagot, amely 93%-nál jár. Tehát másodperceken belül csodát fogunk látni. 97%. Hát nagyon jó lesz, hogyha átér, mert szép képeket szeretnék mutogatni nektek. És most már azért majdnem 20 perc késésben vagyunk, tehát elértük az egyetemi 20 percet. 99%, és jó Microsoftos módon megáll, de lehet, hogy nem. Tehát. Képeket fogsz mutatni. Már is. Azt mondja, hogy teljes képernyő. És akkor most be kéne olyan méretre húzni, mint az ablak. Ezt most ügyesen becélozzuk. Na, még egy picit alul. És akkor innentől kezdve én visszavonulok, csak ennek kéne innen eltűnni. Ez nem fog eltűnni innen alulról? De valahová lehet tüntetni. De hova lehet eltüntetni? Sehova nem lehet ezt eltüntetni. Jézus Mária. Hát... De eltűnik magától. Oké. Okay. Na, hová teszed? Itt tartunk valahol. Jó, akkor a Galilei és a tejút csillagokra bontása című diához menjél el, kérlek. Ott vagyunk. Miből áll egy galaxis? Ezen túlléptünk. Még egyet. Szóval itt látom Galileit, ahogy a tejút csillagokra bontotta. Ha a következő diára tudnánk lépni, Tepi, akkor ott láthatnánk, hogy Herschel a saját távcsövével milyen csillagszámlálást végzett, és a tejútrendszerről milyen érdekes, furcsa elképzelései voltak. Úgy gondolta, hogy egy nagy, lapos korong van, amit a hosszabbik oldalán keresztül egy helyütt két részre válik, illetve maga ez a lapos korong is, ami a csillagok többségét tartalmazza, az ketté válik.
A következő dián a 20. századi fejlődést lehet látni a tejútrendszer megismerésében. Kapitány Shapley, Hubble voltak a legfontosabb nevek, akik mind a tejútrendszer tettek. Azt gondolt 1900 körül, hogy a nap a tejútrendszer közepette, de nagyjából azért feltérképezte jól a galaxist, ezt lehet látni a következő dián. Shapley 18 körül, jó 100 éve, megállapította, hogy a naprendszer nincs is a tejútrendszer közepén, de más extragalaxisoknak ismert objektumok szerinte a tejútrendszernek a részei. 1925 körül állapította meg, hogy ezek a külső ködök, ezek valójában önálló galaxis. Richard Prokornak jelent meg 1873-ban egy könyve, magyarul, Más világok, mint a miénk. Abban a könyvében már amellett érvelt, hogy ezek a ködök, ezek külső tejutak, ezt a régi szép magyar A következő dián a naprendszer spirálkarjait lehet látni. A naprendszer az egy spirálgalaxis, valószínűleg egy horgas spirálgalaxis. És a következő ábrán pedig ez a gyönyörű, szép, lilás, rózsaszínes alakzat a tejútrendszer alatt azt mutatja, hogy hol van, hol helyezkedik el a mi galaxisunknak a hidrogén halója. Jó 50 ezer fényévvel a tejútrendszer fősíkja fölé elnyúlik, illetve alá is elnyúlik. Ugye a mi tejútrendszerünknek az átmérője kb. 100 ezer fényév, tehát ezek a hidrogén halók, amelyek gamma és röntgen sugárzást bocsátanak ki, ezek elég tekintélyes méretűek, főként hidrogén gázból állnak. Még a következő kép is a naprendszer spirálkarét mutatja, elég sok spirálkarunk van. Azt állítják, hogy szakadozok tepi felhívlak ez, újra. Ez igen. Ez lehetséges? Most már hallanak. Megint ugye ez történik, hogy a Skype, amikor újra kapcsolatot létesít, akkor mindent letilt. Rendben, akkor kérlek vetíts ki az UGC 12158-as galaxisnak a képét. Az látható. Remek. Itt egy horgas spirálgalaxist látunk, és az az állítás, hogy ez a galaxis rendkívül módon hasonlít a mi tejútrendszerünkre. Hogyha ilyen távolságból felülről nézhetnénk magunkat, akkor ilyennek látnánk a tejútrendszerünket. Egy központi, szép, gyönyörű magja van ennek a galaxisnek, amiből rövid karok indulnak ki, és abból pedig a spirálkarok ágazódnak ki. Úgyhogy ez a tejútrendszerünkre legjobban hasonlító galaxis. A következő dián Hubble-nek a képét mutatom be, aki 1925-től kezdte el bebizonyítani, hogy ezek a távoli ködök, ezek valójában a mi tejútrendszerünkre hasonlító galaxisok. Először az NGC 6822-ről bizonyította ezt be, amelyet ő akkor egy 2,5 méteres új nagy távcsővel és fényképezős lemezek használatával csillagokra tudott bontani, és megállapította, hogy a távolságet Cepheida változó csillagok segítségével, hogy ez 214 ezer parszek, vagyis jóval, de jóval távolabb található, mint a mi, mint bármi, ami a tejútrendszernek a része. A következő dia, az pedig a NGC 6822 Remote Stellar System nevű cikk, illetve című cikknek az első oldalát mutatja. 26-ban bemutatta Hubble, hogy az Andromeda köd is csillagokra bontható, 29-ben megadta a témának a kegyelemdöfést, amikor a következő ködöt is sikerült neki felbontani a csillagokra, tehát ezzel lehetett látni, hogy ezek a távoli ködök, ezek ugyanúgy csillagokból állnak, mint a mi tejutunk, hogy 400 év alatt ennyi volt a fejlődés. A következő kép az NGC 6822-ről a piszkestető Schmidt távcsővel készült képet mutatja, már azzal 60 cm-es távcsővel és jól csillagokra lehet bontani a kép jobb oldalán látható galaxist, ez Bakos Gáspárnak a felvétele. Ugye a galaxisokat rögtön el is kezdték osztályozni, mégpedig a vizuális kinézetük alapján, úgyhogy
ha most sikerül látni itt a diát, amelyen a galaxisok legfontosabb típusait mutatjuk be, az elliptikus, a spirális és az irreguláris galaxisokat, hát ma az irregulárisokról nem lesz szó, akkor lehet látni, hogy mi alapján sikerült először osztályozni őket. Hogyha belülről kifelé tekeredő spirálokat mutat, akkor az egy spirálgalaxis, ilyet lehet látni az A meg a B képen. A C képen egy éléről látszó spirálgalaxist lehet látni. Hogyha oldalról nézünk rá egy spirálgalaxisra, akkor az egy nagyon lapos objektum egy központi dudorra. A D képen egy elliptikus galaxist lehet látni. Érdekes módon az elliptikus galaxisoknak van egy maximális elnyúltsága, azon túl nincsenek már galaxisok. És az E képen pedig egyébként a Nagy Magellán felhőt lehet látni egy fényes szupernóvával. Ezek a galaxisoknak a legfontosabb típusai. Ezeket a következő dia mutatja, 1926-ban Hubble egy villába rendezte, aminek sokféle ábrázolása is ismeretes. Ez bal oldalról indul E0-al, ahol az E az az elliptikus jelző, a nulla pedig az, hogy az elliptikus galaxisnak a kis és a nagy tengelye az nem tér el egymástól, a különbségük az nulla. Tehát, hogyha ránézzünk erre a gömb alakú galaxisra, akkor úgy néz ki, mintha ha gömb alakú lenne, illetve vetületben kör. Aztán az egyre nagyobb elnyújtságú elliptikus galaxisokat egyre nagyobb számmal jelölik. Amikor pedig jelen egy ilyen hosszú elnyúlt galaxisból egy gyönyörű szép központi dudor ágazik ki, akkor azt S0-val jelölik, és lentikuláris galaxisnak hívják. Az S dudor S mit jelképez? Azt jelenti, hogy ez itt már elkezdődne kifejlődni a spirálkar, csak még nem spirál, de még nulla, mert még nem igazán lehet őket felismerni, és a legjelentősebb része ezeknek a lentikuláris, vagyis lencsalakú galaxisoknak, hogy alul-fölül egy hatalmas nagy dudor található bennük. Innen kétfelé ágazok a villa, fölül azt lehet látni, hogyha a magból közvetlenül kiindulnak a spirálkarok, akkor őket S-sel jelölik, és egy ABC kisbetűvel lehet látni, hogy mennyire nyílt a spirálkar. Ha pedig a magból egy horogszerű egyenes vonalban ágazódnak ki a csillagok, és majd ebből indulnak el a spirálkarok, akkor ezt horgas spirálgalaxisnak hívják, és itt az S után egy nagy B betű következik, majd a kis ABC betűk szintén azt jelentik, hogy mennyire nyíltak a spirálkarok, vagy mennyire zártak. Ha zárt, akkor A-val, ha nagyon nyíltak, akkor C-vel jelölik a köztes osztályokat, meg B-vel. Ezt a rendszert 1959-ben egy francia csillagász de Vaucouleurs fejlesztette tovább, ezt lehet látni a következő dián. Itt igazából ő bevezette az átmeneti spirálokat, angolul intermediate spirals osztályt, ahol a nagy A és a nagy B betű is megjelenhet, neki egy finomabb felosztásra volt szüksége, hogy jobban le tudja írni a spirálgalaxisokat, ezt a következő dia mutatja. De ezek a szokásos galaxis típusok, de ezen azért túl lehet lépni. Minden, ami ezekbe a galaxis típusokba besorolható, azokat normális galaxisnak hívják, és minden, ami ide nem tartozik, az valamiért különleges, vagyis pekuliáris galaxis. Például, nem tudom, Tepi, közben tekered-e a diákat, de én azt a diát szeretném mutatni. Itt valaki közben írja nekem Skype-on, hogy a kép az NGC 6822-nél van, akkor neki valószínűleg lefagyott a... Igen, a gépe, úgyhogy újra le kellene tölteni. Frissíteni a lapot. Én most egy fantáziarajzot szeretnék mutatni egy protogalaxisról. Vannak protogalaxisok is, vagyis előgalaxisok. Ezek olyan gázfelhők, amelyek még nem alakultak át galaxisokká. Ilyeneket elméletben meg lehetne figyelni. 2007-ben 27 jelöltet találtak protogalaxisra, de egyikről sem bizonyították be, hogy ezek valójában
születőben lévő galaxisok lennének, vagy olyan hatalmas, óriási hidrogén gázfelhők, amelyek egyszer majd átalakulnak galaxisokká. Elhelyezkedésük alapján vannak mezőgalaxisok is. Ugye itt volt már több előadás is korábban a Virtuális Csillagászati Klubban, amely galaxis halmazokról szólt, amelyik galaxis nem tartozik egyik halmazhoz sem, azt mezőgalaxisnak hívják. A környező 16 millió fényéven belül csak 20% mezőgalaxis, a többi az halmaztag. A mezőgalaxisoknak a legtöbbje az SB-típusú, vagy a némelyik úgynevezett LSB-típus, amelyre ki fogunk térni, ezek alacsony felületi fényességű low surface brightness galaxisok. Egy példa mezőgalaxisra az NGC 6503, amelynek a képe az itt látható. Ez a Dráko csillagképben látható, és 10,2 magnitudós. Vannak üreg galaxisok is. Ugye a következő dián lehet látni, hogy nagyjából hogy néz ki a mi univerzumunk. A galaxisok galaxis csoportba tömörülnek, a galaxis csoportok meg galaxis halmazokba, meg szuperhalmazokba, és közöttük üres tér van. Illetve majdnem üres tér van, nem pontosan. Itt a csomósodások között is lehet nagy ritkán találni üreg galaxisokat. Nem sok üreg galaxist ismerünk, néhány százat csak. Egy példa ilyen üreg galaxisra, ami a galaxis csoportok, galaxis halmazok közötti üres térben található, ez az MCG01-02-015 névre hallgató galaxis. Ez a zökörhajcsár csillagképben található. Csak néhány kísérő galaxisa van, de olyannyira izolált galaxis, hogy a legtávolabbi szomszédja az nagyon-nagyon messze van, és nem is látható onnét. Ha a tejútrendszer lenne ennyire izolált, mint ez az MCG akárhány számú galaxis az ökörhajcsár csillagképben, akkor mi az 1960-as évekig nem is tudtunk volna más galaxisok létezéséről, legfeljebb a saját kísérő galaxisainkról, mint például a Magellán felhőkről. Egyszerűen azért, mert minden más galaxis az az általunk belátható tértartományon túl lett volna, vagy olyan halványnak mutatkozott volna, hogy addig kellett volna várni a távcsövek fejlődésére, amíg meg tudtuk volna figyelni őket. Vannak kísérő galaxisok is, a következő kép az ezt mutatja. Az Androméda ködött, meg két kísérő galaxisát, az M32-t és az M110-et. Ezekről sem fogok beszélni sokat, mert a Vega 102. számában a közeli galaxisokról, meg a kísérő galaxisokról sokat írtunk, illetve a 2014-es egyik virtuális csillagászati klub is ezekről szólt. Elnézést. A következő dia pedig a mi tejútrendszerünk körüli kísérő galaxisoknak az eloszlását mutatja. Amikor egy kísérő galaxist egyébként a fő galaxisnak az árapályereje széttép vagy elnyel, akkor nagyon hosszan elnyúló csillagáramokat hoz létre, ahogy szépen elnyúlik az árapályerők hatására ez a kis képlékeny galaxis. Ezek a csillagáramok a valaha volt galaxisok, amit a következő dia mutat. A tejútrendszerben több mint 18 ilyet ismerünk, addig követtem, hogy hány ilyen van, nem biztos, hogy az én listám mindegyiket tartalmazza. Az Androméda ködben is ismert 4, és további 10 extra galaxisban galaxisonként egy-egy ilyen csillagáramot lehet felismerni, ami egy-egy kísérő galaxisnak a széttépéséből származik. Itt a képen például az NGC 4651-es jelű galaxis lehet látni, ami egy kicsit pekuliáris, de szép kékes spirál galaxis a bal alsó képen. Jobbra pedig, mintha valami horgony nyúlna ki belőle. Ez bizony egy kísérő galaxisa volt, egy pici kísérő galaxisa, egy törpe galaxisa, amit az árapályaraja széttépett, és most csillagáramként figyelhető meg. Igazából a galaxisok típusait nagyon formálja az, hogy milyen környezetben fordulnak elő. A következő képen Ágoston Zsoltnak egy felvétele látható az Abel 426 jelű galaxis halmazról, ami egy több ezer galaxist
tartalmazó halmaz, itt csak a legfontosabb, sűrűbb részeket lehet látni, ahol Zsolt beazonosította az egyes galaxisokat. Egy-egy ilyen galaxis halmazon belül nagyon erős mozgások vannak, a galaxisok egymás közelébe kerülnek, eltávolodnak egymástól. Amikor közel vannak, akkor árapályerők hatnak egymásra, sőt, akár le is téphetnek egymásról csillagokat, vagy éppenséggel ütközhetnek, egyesülhetnek is, és ezek mind-mind új galaxis típusokhoz vezetnek. A következő kép egy másik galaxis halmaz mutat a Hubble űrtávcsőnek a felvételén. Egy-egy ilyen galaxis halmaz nem üres belül, hanem gázzal van kitöltve, vagyis a galaxisok közötti térben is ritkás hidrogén gáz található. És ez vezet el a következő diák egyikén található meduza galaxisoknak a kialakulásához. Ezen a képen például az ESO 137-001-es jelű galaxisról láthatunk egy Hubble űrtávcső felvételt, és a kép fölé az van írva, hogy meduza galaxisok, mint azt láthatjátok. Azért itt az történik, hogy ahogy áthalad a galaxis, a galaxis halmazonban lévő anyagon, egyszerűen az intragalaktikus anyag, vagyis a galaxis közi anyagnak a torlónyomása kisöpri a gázt magából a galaxisból, és azt maga mögött itt elhagyja, amit ezen a mély képen jól lehet látni. Ilyen meduza típusú galaxisok csak galaxis halmazokban fordulnak elő, és legalább 5 galaxis halmazban találtak ilyet, ez egy nagyon ritka jelenség, de egyszerűen a galaxisból ki lehet söpörni így a gázt, aminek aztán a következménye nyilván az lesz, hogy egy ilyen meduza galaxisból el tud fogyni a gáz, vagy jelentősen lecsökken, és többé nem keletkeznek benne csillagok. Vannak úgynevezett anémikus, vagy vérszegény galaxisok, és passzív spirálgalaxisok is. Itt a következő képen erre látunk egy példát, ez az NGC 4921. Ez egy spirálgalaxis ugyan, de a spirálkarjai alig-alig felismerhetők. Ezért hívják vérszegénynek, mert nagyon nehezen lehet látni a spirálkarjait. Ezek olyan spirálgalaxisok tehát, amelyek nagyon alacsony kontraszttal bírnak a karok és a diszk mögött. 1976-ban Sidney van den Berg vezette be ezt a típust. Ezek az anémikus vagy vérszegény galaxisok gázban nagyon gazdagok, csillagkeletkezést mutató spirálisok. Egyébként pedig olyan úgy lehet őket besorolni, hogy a gázban szegény inaktív lentikuláris galaxisok és a gázban gazdag csillagkeletkező spirálisok között helyezkednek el fejlődésben. Kevés és kis sűrűségű hidrogén, semleges hidrogén felhő található bennük. Ezen a képen is látszik, hogy vöröses hidrogén 2, vagyis ionizált hidrogén régió, az szinte nem is van benne, nincs is benne. A legtöbb ilyen vérszegény galaxis, az gazdag galaxis halmazban található, és azt gyanítják, hogy az ilyen meduza típusú galaxisoknak egy későbbi fejlődési állapotát látjuk anémikus galaxisként, mert mire a gázt a galaxis közi anyag torlónyomása kisepri, egyszerűen megszűnik a csillagkeletkezés, és eltűnik a kontraszt a karok meg a diszk között. És azt gyanítják, de csak gyanítják, hogy az ilyen meduza típusú galaxisból átfejlődik anémikus galaxissá, és a végén lentikuláris galaxis lesz benne. A passzív spirálisok, ne tekerd annyira a diákat, még nem tartunk ott. Bocsánat. Rendben. Mert ne lőd le a poénjaimat, amik majd jönnek, esetleg. A passzív spirálgalaxisok hasonlítanak ezekre. Ezek nagyon távoli galaxisok, 20 naptömegnél kisebb tömegű csillagok vannak csak bennük, ennél nagyobbak nincsenek. Nem folyik bennük csillagkeletkezés, és rengeteg por van a közepükön. Ezek biztos, hogy lentikulárissá fognak elfejlődni, és a hidrogén halójukat elvesztették. Igazából azt gyanítják, hogy egy anémikus galaxis ilyen passzív spirális állapoton keresztül jut el a lentikulárisba. De ezek csak gyanúk. A következő példa az a Messier 90, az most nem sokára megfigyelhető pozícióba kerül, áprilisban nagyon jó meg lehet figyelni, az szintén egy anémikus galaxis, vagyis vérszegény galaxis. És a következő kép az egy
nagyon furcsa galaxist mutat a Messier 90 után. Sárgás központi régió, kékes spirálkarok és mindenfelé barnás foltok a galaxisban. Ezeket hívják pehelyes galaxisoknak, mert mintha pehelyszerűen rakódott volna rá a fehéres rész a barnás részre. Igazából a fehéres sárgás rész az csillagoknak a tömegét jelenti, a barnás részek azok pedig hatalmas és nagyon sűrű kötfelhők, porfelhők, bocsánat. Ezeket hívják pejhes galaxisoknak, idegen névvel flocculent galaxisnak, vagy flocculens galaxisoknak lehet mondani őket. A flocculens az egy latin eredetű szó, és pejheset jelent. Például az NGC 4414 egy tipikus példa az ilyen pejhes galaxisokra. Ezek a pejhes galaxisok alapvetően spirálgalaxisok, de nagyon foltosak mindenfelé, és nem folyamatosak a spirálkarok, és nagyon sok sötét porfelhő figyelhető meg. Igazából a spirálgalaxisok jó 30%-a ilyen flokuláns vagy pejhes galaxis, csak 10%-a tökéletes spirál, és a maradék 60%-a meg sokkarú spirálgalaxis. Vannak ötletelések, mi hozhatja létre az ilyen pejhes galaxisokat. Valószínűleg a galaxisok differenciális rotációja összenyomja a spirálkarokat és benne a csillag keletkezési területeket. Hát ha már emlegettük a tökéletes spirálgalaxisokat, akkor kell rá mutatni egy példát. Az NGC 4414 után, ami egy pehelyes spirális volt, egy következő dián, amit kérek Tepi, lehet látni az M81-et a Spitzer űrtávcső infravörös felvételén. És itt tehát ezen az infravörös képen gyönyörűen kirajzolódik a központi mag, a dudor és a gyönyörű szép spirálkarok. A pekuliáris galaxisok gyakorlatilag minden olyan galaxis, ami nem tökéletes spirális, vagy nem lentikuláris, nem szép elliptikus, de egyben értelemszerűen még nem is irreguláris galaxis, hanem ettől a gyönyörű szép mintapéldánytól, az M81-től eltér. A következő kép egyébként szintén a Messier 81-et mutatja, csak már látható fényben, nem infravörösben. Ez a felvétel, ez a látható fénybeli kép, ez a Vega Csillagászati Egyesületnek a 25 cm-es távcsővel készült, 75 darab 1 perces kép lett összerakva. Ez Fábián Kálmánnak a szép műve, ezen is szépen kirajzolódnak már a spirálkarok. A következő kép pedig a tökéletes spirálgalaxisnak a mintapéldáját, másik mintapéldáját mutatja, a szélkerék galaxist, vagyis az M101-et. Itt is gyönyörűen lehet látni a spirálkaroknak a szerkezetét. Tepi, azt a diát kérném, amely ezután következik az M101 után, és Sötét galaxisok a címe, angolul Dark Galaxies. Ez a dia egy sötét galaxist mutat. Nem véletlen, igen, ott volt. Nem véletlenül nem lehet látni semmit ezen a dián, mert azért hívják sötét galaxisnak, mert látható fényben ez teljesen sötét, és nem mutat semmit. Ezek galaxis méretű és tömegű hidrogén felhők, gyakran fordulnak elő egyébként galaxis halmazokban, de nincsenek bennük csillagok. Még nem indul be a csillagkeletkezés, vagy csak annyira kevés csillag van bennük, hogy a távcsöveinknek a teljesítő képessége alatt marad a fényük, és nem látjuk őket. Akkor honnét lehet tudni róluk mégis? Hát mivel hidrogénből állnak, a hidrogénnek van rádiósugárzása, és rádiócsillagászati úton lehet észlelni őket. Négy ilyet találtak. A hidrogénen kívül talán még por és sötét anyag alkotja őket. Ezek vagy később keletkező galaxisok, vagy éppen most keletkező galaxisok, de ezekről nagyon jó kép nincs is. A következő érdekes típus, ami nem a főbb típusok egyikébe tartozik, az a gyűrű galaxisok nevet viseli. A következő képen a Hóg objektum van bemutatva, ami egy sárgás központi magból áll, és egy azt körülvevő gyűrűből, amire pont felülről nézünk rá, úgyhogy a gyűrű alakzat az nagyon szépen kirajzolódik. Mit lehet tudni ezekről a gyűrű alakú galaxisokról? Keresek a jegyzeteim között. Az elképzelések szerint ezek úgy alakultak ki, hogy egy
galaxis áthaladt egy másik galaxisnak a centrumán, és ez arra késztette a gravitációs perturbáló hatások révén, hogy a külső a spirálkoroknak a külső részei azok eljutottak egy gyűrűbe a galaxis magja körül, de az is lehet, hogy egy külső galaxisból fogott be anyagot, és az állt gyűrű alakú pályára egy elliptikus galaxis körül. Ilyen gyűrű alakú galaxisból igazából kevés van. Egy következő példa ezekre, a következő képen látható vel a gyűrű galaxis, ahol a gyűrű az nem annyira szép kör alakú, hanem egy kicsit ovális, vagy kicsit más alakzatot vesz fel, de ennek az az oka, hogy attól függően alakul ki a gyűrűnek az alakja, hogy milyen szögben és mekkora galaxis haladt el a másik mellett. Szorosan ide tartoznak a poláris gyűrűjű galaxisok, amiket a következő dia mutat. Két példa rá, például az NGC 4650, vagy a Centaurus A. Poláris gyűrű alakú galaxisokat 1978-tól figyelünk meg. Jelenleg 157 darab ismert belőlük. Itt azt lehet látni, hogy van egy galaxis korong, és arra merőlegesen csillagoknak a sűrű árama halad, és kering poláris pályán a galaxisnak a magja körül. Ezek is két galaxisnak a kölcsönhatásából jöttek létre, amelyek elhaladtak egymás mellett, vagy éppen egymáson keresztül haladtak. Egyik galaxis a másik galaxis fősíkjára merőlegesen haladt át, és a kisebb galaxisból jött létre a poláris, vagyis a sarki áramlat. A következő dián egy alacsony felületi fényességű galaxist lehet látni, az NGC 45-öt. Ezeket hívják LSB-nek, vagy Low Surface Brightness-nek. Vannak ultradiffúz galaxisok is, csak azokról nincsen képem. Elnézést kérek. Az ilyen low surface brightness, vagyis alacsony felületi fényességű galaxisok, ezek gyakran törpe galaxisok, de nem mindig. Nagyon sok bennük a semleges hidrogén, sőt több semleges hidrogén található bennük, mint csillag, és a megfigyelések szerint több mint 95%-ban sötét anyag alkotja. Ez nagyobb arány, mint egy normális galaxisban, mert egy normális galaxisban úgy általában a látható anyag 5-10-szeresét teszi ki a sötét anyag, itt meg a 20-szorosát. Azért hívják őket alacsony felületi fényességű galaxisoknak, mert az égi háttérrel egyező fényességűek a felületükön, vagy annál is halványabbak, akár 1-2 magnitudóval, vagy még többel. Így aztán nagyon nehéz őket felfedezni és megfigyelni. Érdekes módon az összes LSB galaxis az izolált, az azt jelenti, hogy nem tagja egyetlen galaxis halmaznak sem. Ez azt eredményezi elméletileg, hogy mivel nincsen körülötte másik galaxis, amely az árapály erejével hatna rá, ezért nem fogja összekeverni benne az anyagot, és nem indul be a csillagkeletkezés nagy ütemben. Úgyhogy ezekben azért van olyan sok hidrogén felhő, mert egyszerűen egy másik galaxis nem triggerelte, hogy beinduljon benne a csillagkeletkezés. Az első ilyen alacsony felületi fényességű galaxist az 1986-ban figyelték meg, az volt a Malin 1. Az NGC 45-ről csak később derült ki, hogy ez is egy LSB galaxis. Az ultradiffúz galaxisok szintén nagyon kis sűrűségű galaxisok, de ezek mind normál méretűek. Egy UDF az akkora, mint a tejútrendszer, de jóval kevesebb csillagot tartalmaz. Ugye mi tejútrendszerünk az kb. 100 000 fényév átmérőjű, egy UDF is ekkora, de 100-szor kevesebb csillagot tartalmaz, mint a tejútrendszer. Ez azért van így, mert egy UDF-ben nincs gáz, ami a csillagkeletkezéshez szükséges. Például a kóma galaxis halmazban vannak olyan UDF galaxisok, ami 18 kiloparszak átmérőjű, ugye tejút 30 kiloparszak átmérőjű, tehát azért elég tekintélyes méretű galaxisról van szó. De amíg a mi tejútrendszerünkben 400 milliárd csillag van, addig egy
ilyen UDF-ben csak 4 milliárd. Ugye a Kóma galaxis halmazban az UDF-eknek az eloszlás az követi a fényes galaxisokét a térben, de az UDF-ekben sok a sötét anyag és kevés a csillag, ezért alig-alig lehet őket látni. Itt azt gondolják, hogy a többi galaxis vagy elszitkázta a gázt belőlük a szoros megközelítések során. A következő galaxis típus, amit érdemes megemlíteni, azok a D, vagyis dominant galaxisok, vagy a centrálisan domináns galaxisok, vagy az óriás elliptikusok. Ezek egyre nagyobb és nagyobb elliptikus galaxisokat jelentenek. A következő dia mutat erre példát, az IC1101-et. Ezek a D, C, D és G típusú galaxisok, ezek kinézetre közönséges elliptikus galaxisok, de óriási méretűek. Az IC1101 az az Ébre 2029 galaxis halmaz közepén található. Az átmérője 2 millió fényév. Ugye emlékeztetőül az Andromeda köd, vagyis M31, és a tejútrendszer távolság az kb. 2,2 millió fényév. Tehát ez a galaxis, hogyha betennénk az Andromeda köd meg a tejútrendszer közé, majdnem kitölteni a köztünk lévő távolságot. Ezek az óriás elliptikusok, ezek mindig galaxis halmazokban található, azoknak is a közepén. Néha többszörös maggal rendelkeznek, ami önmagában is bizonyítja, hogy néhány galaxis halmaz tag összeütközött és egyesült, és a galaxisoknak az egyesülése hozza létre ezeket a óriás elliptikus galaxisokat. Az IC1101 egyébként az ismert legnagyobb átmérőjű galaxis. Következőkben, kicsit felgyorsítva, rá kell térnünk az aktív galaxisoknak a nagy családjára. A legtöbb galaxis közepén található egy nagyon nagy tömegű fekete lyuk. Ennek a szerkezetét mutatja a következő dia. Ez a fekete lyuk többnyire inaktív, de néha a galaxison belüli mozgások csillagokat juttatnak a fekete lyuknak a közelébe, és a fekete lyuknak az árapályája szétszedi őket, széttépi őket, és hát a csillaganyag az forró plazma, ami nem fog pillanatok alatt kihűlni, úgyhogy ez, amikor spirális pályára áll körülötte, és vagy behull, vagy pedig a fekete lyuk felgyorsítja, és két irányba ilyen kékes csetekként, vagy magyarul nyalábokként kilöveli, akkor a fekete lyuk aktív állapotban van. Ezek a kilövelések egyébként nagyon energetikusak, és a fekete lyuknak az erős sugárzása is, pontosabban a körülötte lévő anyagnak a sugárzása, az beindíthatja másutt a csillagkeletkezést. Egyszerűen a széttépett csillagoknak az anyaga az nagyon forró, nagyon erős fénynyomást fog kifejteni, és mert a kirepült részek is mindenfelé eljuthatnak, összesűrítik az anyagot maguk előtt, és újabb csillagkeletkezési hullámot indítanak be, amelyek aztán megint oda kerülhetnek a fekete lyuk közelébe, és így önfenntartóvá válhat a folyamat egy darabig, amíg van megfelelő mennyiség anyag, vagy amíg a galaxison belüli mozgások megfelelő irányúak. Ezt a fekete lyuk körüli anyagbefogási korong, az accretion disk, az nagyon pici, és onnét az anyag be is kerülhet a fekete lyukba, hizlal vannak tömegét, meg fel is gyorsulhat, és kirepülhet a fekete lyuk környékéről, és nem bejut, hanem kirepül nyalábokként. Az egészet még körbeveheti, vagy körbe is veszi egy átlátszó, vagy átlátszatlan porból álló hatalmas nagy tórusz, amit itt fehérrel ábrázoltak a képen. Ennek a méretek különböző lehet. Ez a tórusz ez általában gyűrű alakú. A tórusz egyébként porból áll, ezért, amit a következő kép is mutat, úgyhogy a tórusznak a gyűrű alakja az nagyon nagy, nagyon jó fényelnyelő tulajdonságú. Úgyhogy még a fekete lyuk közeléből érkeznének a széles emissziós vonalak, a tórusz az képes ezt leárnyékolni, hogyha a tórusz irányában nézünk rá az egész rendszerre. A
Ha viszont a jetek irányából nézünk rá, akkor gyakorlatilag csak a jeteket, vagyis a nyalábokat fogjuk látni. Ha pedig a kettő között félútról, akkor van esélyünk megpillantani a széles emissziós vonalaknak a sárgás tartományát. A rózsaszínes tartományból pedig keskeny emissziós színképvonalak fognak érkezni hozzánk. A következő dia mutatja, hogy a rálátás szöge az nagyon-nagyon fontos, mert ettől függően fogunk látni más és más típusú galaxist. Attól függően, hogy erre az akréciós diszkre, illetve a tóruszra, meg a nyalábra milyen szögből nézünk rá, különböző típusú objektumokat láthatunk. Ugye a host galaxy, vagyis az a galaxis, amelyik otthont ad a fekete lyuknak, az minden esetben ugyanúgy néz ki. Általában egy elliptikus galaxis. Ez van a baloldali sávban. Legfeljebb, hogyha nagyon a nyaláb irányából nézünk rá, akkor egyre inkább elkékesedik a fénye, vagy egyre inkább pontszerűvé válik a fénye, mert a nyaláb az túl fogja ragyogni az egész galaxisnak a sugárzását. A középső oszlop az azt mutatja, hogy egy aktív galaxy nuklei, vagyis egy AGN, az hogy néz ki, hogyha különböző szögből nézünk rá, és a jobb oldali oszlop pedig az angle, vagyis a szög érték. A 90 fok az azt jelenti, hogy a nyalábra nézünk rá 90 fokos szögből, vagyis a tóruszt azt nagyon vékonyan látjuk. Ekkor látunk egy rádiógalaxist, hogyha 90 fokból nézünk rá. Ha egy kicsit kevesebb szögből, akkor egy úgynevezett Seyfert egyes típusú objektumot. Hogyha 60 fokra csökken a nyalábra való rálátás szöge, akkor a tórusz az kicsit meg fog mutatkozni, és ekkor láthatunk egy aktív galaxist. Még lejjebb megyünk 30 fok felé, akkor már kvazárt fogunk látni, és hogyha 0 fok irányából nézünk rá, vagyis pontosan a nyalábba belenézünk, akkor pedig egy blazárt. A kvazárok meg a blazárok azok úgy néznek ki, mintha csillagok lennének a képen. Itt a jobb oldalon lehet is látni, hogy valami csillagszerű objektum, amiből kinyúlik egy nyaláb. Ez egy röntgenkép. A röntgenképben a nyaláb az feltűnik, de optikai tartományban ez a kinyúló nyaláb ez nem látszik, csak a központi csillag. Pontosabban az egy galaxis, de az csillagnak tűnik, ezért hívják őket csillagszerű rádióforrásoknak, vagyis kvázi stellar objektnek, ami a QSO, becenevén a kvazár. De amikor pontosan a nyalábra nézünk rá, akkor meg már csak a nyalábot látjuk, ahol elektronoknak a felgyorsulásából származó szinkrotron sugárzást észlelhetjük, ami leginkább rádióban erős. Optikai tartományban csak egy csillagot látunk, de ha a csillagnak a színképét felvesszük, abban nagyon erős és nagyon vörös eltolódott vonalakat fogunk látni. A következő ábra az a Centaurus A-nak a hamis színes rádióképét mutatja. Rádióban óriási a galaxis, és a zöldes területekről érkezik hozzánk a galaxis diszkjének a rádiósugárzás, és alatta fölötte narancssárgás, pirosos tartományokat lehet látni. Ezeket a lebenyeket a központi fekete lyukból kiáramló nyaláb hozza létre, ahol beleütközik a galaxis körüli anyagba, vagy a galaxis halójának az anyagába. A Messier 77, ami szintén észlelhető lesz majd például a nyári táborból, az egy Seyfert 2-es típusú aktív galaxis. A következő kép pedig egy érdekességet mutat, egy kvazárnak a képét. A bal oldalon fel lehet fedezni, hogy tulajdonképpen egy csillagot látunk csak. Talán a csillagtól lefelé lehet látni egy kis filamentumot, egy kis gáz kidobódást, egy hosszú nyalábot, ami látható fényben megmutatkozik. Ám hogyha egy koronográffal kitakarjuk a csillagnak a fényét, akkor ugye a helyén nem lesz semmi, ezt a jobb oldali kép mutatja. Ezért van ott a sárgás területnek a közepén egy szép nagy fekete lyuk, mert azt kitakarták, az a legerősebb része a kvazárnak, onnét érkezik a legtöbb sugárzás felénk optikai tartományban.
Viszont annak a kitakarásával előjön a halvány részeket mutató galaxis. Hát igazából ott van egy galaxis a fényes csillag körül, mert hogy az nem egy csillag. Az a csillag az igazából a nyalábnak a fénye. És ha azt kitakarjuk, akkor derül ki, hogy az a nyaláb az túlragyogja a halvány galaxist, és ki kell takarni ahhoz, hogy meg tudjuk figyelni a halvány galaxist. Egy további fontos példa az úgynevezett csillagontó galaxisoknak az osztálya. Erre példát a következő dia mutat, ahol az antenna galaxisokat lehet látni, ami egy ebihal jellegű objektum. Ezekben heves csillagkeletkezés zajlik. A csillagontó galaxisokban a normálisnál sokkal nagyobb méretű a csillagkeletkezési ráta. Akár 50-100-szor nagyobb, mint itt nálunk a nyugat tejútrendszerben. Akkor ez egy csillagontó galaxisnak, ha gyakorlatilag a teljes gáz tartalékát felhasználja a galaxis a heves, rövid ideig tartó csillagkeletkezésben. Ez a rövid ideig tartó, ezt csillagászati időskálán kell érteni. Tehát a galaxis élettartalmának az 1-2%-ára terjed csak ki ez a csillagontó fázis. A legtöbb csillagontó galaxis az vagy ütköző galaxis, vagy nagyon szoros megközelítésben résztvevő galaxis párnak az egyik tagja, vagy mindkettő. Erre egy jó példa az M82 az antenna galaxison túl. Itt a következő kép mutatja Hubble űrtávcsőnek a felvételét. Jól lehet látni, hogy egy éléről látszó spirálgalaxissal van dolgunk, és alatta fölötte a hidrogén halót lehet megfigyelni vörös fényben. Itt van a kép. Hát az mind behullik oda majd a galaxisnak a fősikjába, és ott heves csillagkeletkezés fog történni. A következő kép az ugyanúgy az M82-t mutatja, csak nem a 2,5 méteres Hubble űrtávcsővel a világűrből túl, hanem innen lentről a Földről egy 25 cm-es távcsővel, ez is a WCE felvétele. A csillagontó galaxisokat számos altípusba sorolják, néhányat itt felsoroltam. Vannak például kék kompakt galaxisok, ezek kis tömegű, alacsony fémtartalmú, pormentes galaxisok, amelyben sok fényes fiatal csillagot lehet találni, ezért kék vagy ultrébolya tartományban nagyon erős a fénylésük. Vannak köztük törpegalaxisok is, azokat kék kompakt törpegalaxisoknak hívják. A GP, Green P, vagyis magyarul zöldborsó galaxisok egy nagyon érdekes kategória. Ez 2007-ben felfedezett galaxis típus, és nem professzionális csillagászok találták, hanem amatőr csillagászok, még pontosabban úgynevezett polgári tudósok, citizen scientistek. Egy akkor megnyílt hatalmas adatbázisban kérték meg az önkénteseket, bárki jelentkezhetett a világ bármely tájáról, hogy keressenek bennük furcsa objektumokat, és néhány napon belül találtak hosszú elnyúlt zöldes színű csillagokat, amelyekről kiderült, hogy az első csillagontó fázison átmenő távoli galaxisokról van szó, majd a következő dián fogok rájuk mutatni példákat. Ugyancsak a csillagontó galaxisok közé tartoznak az infravörösben fényes, meg hiperfényes galaxisok. Ezek csak abban különböznek egymástól, hogy a hiperfényesebbek még 100-szor fényesebbek, mint a infravörösben fényes galaxisok. És illetve a Wolf-Rayet galaxisok, amikről múltkor volt szó. Ezek a lörgök, vagy H-lörgök, ezek extrém poros galaxisok. Így a galaxisnak a portartalma a csillagoknak az erős ultraibolya sugárzását blokkolja, elnyeli, és azt infravörösben visszasugározza. Ezért ezek a lörg és H-lörg galaxisok, ezek 100 mikrométeren a legfényesebbek, nem pedig látható tartományban. Éppen ezért nagyon vörös színűek. A röntgensugárzás az viszont kijut a poron keresztül, úgyhogy erős röntgensugárzóak is, és mindegyikük kettős magú. Ez azt jelenti, hogy egyesülő galaxisokból származnak.
Egy következő érdekes, ja, igen, a következő dia mutatja ezeket a zöldborsó galaxisoknak a példányait. Ezek egyébként kicsi galaxisok, ugye tejútrendszernél körülbelül 6-szor kisebb átmérőjűek, érdekes módon oxigénben gazdagok, ezért zöldes színűek, kis tömegűek, csak 3 milliárd naptömegűek, a mi tejútrendszerünk az jó 400 milliárd naptömegűek, viszont 10 naptömeg per év a csillagkeletkezési ráta bennük, ez körülbelül 10-szer nagyobb, mint ami itt a tejútrendszerben van jelenleg. Egyébként érdekes módon ott fordulnak el ezek a GP galaxisok, amelyeket más nagy galaxisok elkerülnek, vagyis ritkás környezetben. És csak csillagkeletkezés folyik bennük, de nem aktív galaxis maguk, nem aktív galaxisok, tehát nem a fekete lyuk nyelel ott csillagokat, vagy tép szét, és amiatt látszanak fényesnek, hanem tényleg azért, mert nagyon nagy tömegű csillagok keletkeznek bennük nagyon gyors ütemben. Amit én érdekesnek találtam, az az, hogy a tejútrendszernél 8-szor erősebb mágneses tér van bennük. Ezt a rádiócsillagászati észlelésekből tudjuk. Azt gondolják róluk, hogy más galaxisokból kiszakadt maradványok, és ezért az öreg csillagok között heves csillagkeletkezésben létrejött fiatal csillagokat lehet találni. Ritkák, ez nagyon rövid ideig tartó fázis lehet, mert egy ilyen kicsi galaxisban nagyon kevés gáz van, úgyhogy ha ilyen gyors ütemben folyik a csillagkeletkezés, akkor a gáz az gyorsan el fog fogyni. Visszatérve a következő dián ezekre a fényes infravörös galaxisokra, ezekről azt érdemes tudni, hogy a 80-as években az Iris műhold fedezte fel őket, és infravörösben a tejút 100-szor vagy még többször fényesebbek. És egy fejlődés útvonalat igyekeznek rájuk felvázolni. Ezekre az fényes infravörös galaxisokra azt gondolják, hogy két vagy több spirálgalaxis közel kerül egymáshoz egy galaxis halmazon belüli mozgás következtében. Galaxis ütközés zajlik le. A galaxis ütközés következtében a galaxisok egyesülnek, azok létrehoznak egy ilyen lörgöt, és hogyha elég nagy ütemben beindul a csillagkeletkezés bennük, akkor azok ultrafényes, infravörös galaxissá, vagy hogyha még nagyobb ütemű a csillagkeletkezés üteme, akkor hiperfényes infravörös galaxissá válhatnak, ami viszont befelé fog lökni egy csomó csillagot a központi fekete lyukba, esetleg több fekete lyuk is van ott, amelyek akár egymással is egyesülhetnek, de ha nem, akkor is valamelyik közelébe fognak jutni az újonnan született csillagoknak egy jó része. Úgyhogy egy kvazárt tudunk megfigyelni, hogyha jó szögből látunk rá. Majd, hogyha befejeződik ez a heves csillagkeletkezés, és elfogy az anyag, amiből új csillagok jöhetnének létre, akkor megnyugszik, és egy óriási elliptikus galaxist fogunk kapni. Ez lenne egy ilyen fejlődési útvonal. És a következő dián lehet látni két példát ilyen fényes infravörös galaxisokra vagy lörgökre, ilyen például az NGC 5010, vagy az az IRES és egy koordináta halmaz, de a kép az maga nagyon szép róla. Nem tudom, Tepi, mutatod-e ezt a képet? Hogyne. Igen, én távolabb vagyok, ide az információ fénysebességgel lassabban jut el, mint hozzátok, úgyhogy én még csak most látom itt a képernyőn kitéve, vagy az NGC 5010 és ez az IRIS galaxis, és ezek a lörgök láthatóak itt. A következő dián egy nagyon furcsa objektum típust láthatunk. Csak 2010-ben fedezte fel a WISE infravörös műhold őket. Ezeket hotdogoknak hívják, vagy hotdog galaxisoknak. A kép, amit a következő dián látszik, ez az, igen. Ez infravörösben készült, egy nagyon érdekes objektumot mutatott, megjelölve rózsaszín körrel a közepén. Ránézésre csillagnak tűnik. Valójában nem csillag, hanem egy nagyon poros galaxis. Még pontosabban egy olyan galaxis, ami egyben kvazár is, tehát egy aktív galaxisról van szó. A közepén a fekete lyuk az aktív,
csak akkora porburok veszik körül, hogy láthatóban teljesen eltakarja a fényét, viszont emiatt a por az felmelegszik, hogy elnyeri ott az aktív fekete lyuk környékén keletkezett erős sugárzást, ezért infravörösben ezek ezerszer fényesebbek már a tejútrendszernél. Ezért nevezik őket forró, de por által eltakart a galaxisoknak. Ennek az angol rövidítése a hot dog. A teljes bolometrikus luminozitásukat tekintve egyes ilyen hot dog galaxisok az univerzum legfényesebb galaxisai közé számítanának, de mivel a por elnyeri a fényüket, és a por az csak 60-120 kelvines, ezért csak infravörös tartományban hosszú hullámhosszakon lehet megfigyelni. Ja, azt gyanítják ezekről a nemrég felfedezett hot dog típusú galaxisokról, hogy ezekben a fekete lyuk gyorsabban eszi meg a csillagokat, ami a környékén van, mint ahogy azok születnek. De a sugárny, a fekete lyukból, a fekete lyuk által széttépett csillagoknak a sugárnyomása az még mindig kifelé nyomja a port, tehát a por burok az egyre tágul és tágul. Tehát a fekete lyuk az még nem tisztította ki a környezetét az aktív fázis után, és az még mindig eltakarja a galaxisnak a legfényesebb részét, ezért nem láthatjuk őket. Azt gondolják egyébként, hogy minden 3000 kvazárból egy az ilyen hot dog galaxisnak számít. A következő dia az egy másik típusra mutat példát, az úgynevezett Fleinerekre, vagyis alacsony ionizáltságú magbeli emissziós vonalakat mutató tartományokra. Ezek a Liner galaxisok, vagy Liner galaxisok, ezek oxigén, ionizált nitrogén és ionizált kém vonalakban erősek, de a kétszeresen ionizált oxigén, kétszeresen ionizált neon és az ionizált hélium vonalában meg gyengék. Egyébként 1980 körül fedezték fel. Ez is az aktív galaxisoknak az egyik fázisát képviselik. Egészen pontosan a képen egyébként a Sombrero galaxis látszik, az M104, az is egy ilyen Liner galaxis. Az ide tartozó galaxisoknak a 75% az elliptikus vagy lentikuláris, és maga az ionizáció forrása az nem ismert. Egyébként az ionizált vonalak azok csak a magból jönnek. Két ötlet azért van, hogy mi okozhatja. Hát vagy egy nagyon nagy tömegű centrális fekete lyuk van középen, és nagyon heves ütemben eszi meg a csillagokat, vagy csillagkeletkezési régiók vannak a magban, és az kíséri erős ionizáció. Ez két ellentétes elmélet szerintem, mert az egyik csillag pusztulással magyarázna az ionizációt, forrását, másik meg csillagkeletkezéssel. Mindenesetre, hogyha pusztulás van, akkor az elpusztult csillagok által keltett lökéshullám söpri össze az anyagot, és készteti emissziós sugárzásra. Ha keletkezés van, akkor az újonnan keletkezett nagy tömegű csillagoknak az erős ultraibolya fénye ionizálja a környékükön lévő anyagokat. A következő dia, most már lassan a vége felé jutunk egyébként, a következő dia egy 1963-tól 69-ig összeállított katalógus jelent. Régebben nagyon komolyan vették az úgynevezett Markarian galaxisokat. Markarian egy örmény csillagász volt, aki jó 1500 galaxist katalogizált, amelyek erős ultraibolya sugárzást mutatnak, és az AF színképosztályból származik a galaxis magjának a színképe. Igazából ez egy nagyon értékes munka volt, mert a 60-as években szépen felvette, hogy akkor milyen ultraibolya sugárzásuk volt ezeknek a galaxisoknak, de valójában ez egy nagyon-nagyon heterogén galaxis katalógus, mert abban az időben még nem tudták szétválasztani annyira, hogy mi a különbség egy rádiógalaxis vagy egy kvazár között, mi a különbség egy Seyfert galaxis és egy csillagontó galaxis között. Úgyhogy azt hitték, hogy a Markarian galaxisok azok önálló osztályt képviselnek, de nem. Ebbe a katalógusba minden bekerült, amit az előbb felsoroltunk. Végezetül pedig egy áttekintést adok nektek itt, hogy hogyan lehet ezt a sok-sokféle galaxis típust
valahogy memorizálni. Vannak a szabályos galaxisok, amit ezen az áttekintő dián felsorolok. A szabályos galaxisok közé tartoznak az elliptikusok, a lentikulárisok, a spirálisok és a horgas spirálisok, sőt igazából még ide lehet sorolni a törpe galaxisokat is, amiről ma nem volt szó, és még a szabályos klasszikus osztályokba tartoznak az irreguláris vagy szabálytalan galaxisok is. Ezekről szintén nem volt szó ma. Aztán időbeli vagy térbeli elhelyezkedés alapján lehet beszélni protogalaxisokról, sötét galaxisokról, mezőgalaxisokról, halmaztag galaxisokról, kísérő galaxisokról, amelyek holdszerűen kísérnek más nagyobb galaxisokat, mint például a két Magellán felhő a Tejútrendszert, ugye üreg galaxisokról, és hát ugye felbomlott kis törpe galaxisokról, a csillagáramokról. Volt szó olyan galaxisokról, amelyeket a galaxis halmazokon belüli mozgások hoztak létre, vagy éppen a galaxis halmaznak a gáztartalma kisöpörte a galaxisnak a gáztartalmát. Tehát így beszéltünk Medusa galaxisokról, anémikus galaxisokról, pelyhes galaxisokról, a tökéletes spirálisokról és a gyűrűs és a poláris gyűrűjű galaxisokról. Vannak olyan galaxisok, ahol fizikai ok miatt beindul a heves csillagkeletkezés, vagy azért, mert két galaxis ütközik, vagy azért, mert egy központi fekete lyuknak a sugárárama készteti a csillagkeletkezést beindulásra. A csillagontó galaxisoknak a több példánya, többféle fajtája van, a zöldborsó, kékkomplexű, infravörös galaxisok, Wolf-Rayet galaxisok és ezek a hotdogok. A galaxisok egyesüléséből származnak a DCD és óriás elliptikus galaxisok, ezek igazából elliptikus galaxisok egyre nagyobb mérettel. Végén ugye az IC1101, az jó fényév átmérőjű lesz. Vannak olyan galaxisok, amelyek nem tartoznak halmazokhoz, mint például az Low Surface Brightness, LSB, alacsony felületi fényességű galaxisok, és nem indult be bennük jelentős csillagkeletkezés, vagy az ultradiffúz galaxisok, és természetesen aktív galaxis magoknak van a rálátás szögétől különbözően, különböző megjelenési formájú tulajdonságú galaxis, mint a rádiógalaxis, a Seyfert galaxisok, kvazárok, blazárok, linerek, meg ami kimaradt természetesen, mert van még néhány más típusú galaxis, amit annyira nem tartottam fontosnak itt megemlíteni, de azért tudni kell, hogy ez nem egy teljes lista volt. Úgyhogy zárszóként én már csak annyit szeretnék mondani, hogy a következő havi virtuális csillagászati klub remélem technikai nehézségek nélkül fog zajlani. És április 29-én lesz a közgyűlésünk, ahol fel fogjuk venni Nagy Viktornak az előadását, ami arról fog szólni, hogy hogyan lehet túlélni a világűrben, és majd ezt fogjuk leadni Vécséke előadásként. Na, ezt az április 20... Ez az április 29-i közgyűlést követi az április 29-i Dobronhegyi észlelőhétvége. Nyári tábora pedig július 22-29 között lesz egyébként Vas megyében, amiről itt lehet látni egy-egy csoportképet, csak hogy hogy legyen kedvetek eljönni az idei nyári táborunkba. Ispánkon lesz Vas megyében egy 70 fős faluban. Uszoda, szauna az lesz, meg kiváló rét az észlelésre sötét őrségi éggel. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és köszönöm szépen a figyelmet. A ma esti technikai nehézségekért, amiért sem tepés, én nem vagyunk felelősek, mert korábban kipróbáltuk és működött. Ha te közben hallanád, hogy mit szórakozik most éppen a Skype, most azt csinálja, hogy néhány másodperc kimarad, majd utána gyorsítva leadja, de változatlan hangmagasságban, tehát ez egy külön élmény. Itt az utolsó mondathoz egy annyi hozzáfűzés, hogy 1% felajánlással kapcsolatban, ugye most, hogy az adóhatóság bevezette a
szék alá tolása a Popsilag című dolgot, magyarán, hogy megcsinálja az ember helyett az adóbevallást, ez egyre inkább csábítja az embereket, hogy erről a nagyon fontos dolog az 1%-ok felajánlásáról elfeledkezzenek. Ne tegyétek. Tehát aki olyan helyzetben van, az tegye meg azt a fáradtságot, külön, ha esetleg mondjuk az adóhatóság is készíti neki az adóbevallást, ezt választja és ezt elfogadja, legyen szíves, rendelkezzen az 1%-ról. Mind a kettőről. Ez az én maszek kommentárom. Érkeztek kérdések ám. Én szerintem most ezeket én egyszerűen átkopizom, aztán válaszoljatok. A közös listára kopizom át. Nincs szükség arra, hogy én tolmácsoljam, majd úgyis válaszolsz, és úgy akkor tolmácsodik. Egy részét én se értem. Egyik más kérdést én se értem. Megtörtént. Igyekszem. Egyébként látszik a Facebook előnye, hogy kérdéseket kérdezni a Facebookon az emberek. Egy pillanat, és elkezdem a válaszolást, csak át kell váltanom egyik gépről a másikra. Galaxy Zoo felmérés eredményeiről mit lehet tudni? Bevallom őszintén, nem készültem a kérdésre. Amennyire én tudom, ez egy nagyon-nagyon jó projekt, és rengeteg eredményt adott, hát többek között például ezeket a zöldborsó galaxisokat, de így most külön nem készültem fel arról, hogy a Galaxy Zoo-ról tartsak egy előadást. Milyen besorolás az NGC? Az NGC az a New General Catalognak a rövidítése, egy mélyég objektum katalógus. A eredeti General Catalogot, vagyis általános katalógust még a Herschel család állította össze 18.-19. század fordulóján a saját felfedezéseiből, és az újabb felfedezéseket tette hozzá a többi csillagászokból, állított össze Dreyer az NGC katalógust, vagyis az új általános katalógust. Ő sötétenről néhány szót. Sokat nem tudok mondani, mert nem tudjuk, hogy miből van. Annyit tudjuk, hogy mennyi van. Azért ismétlem meg a kérdést, hogy Skype most megint hülyét játszik, tehát az őket körülvevő sötét anyagról néhány szót a végére, Szilárd, ez volt a kérés, csak ez nem hallatszott. Sokat nem akarok mondani, mert egy egész könyvtárat össze lehet róla írni, és akkor se jutnánk a végére. A lényeg az, hogy majdnem minden galaxisban van sötét anyag, de vannak olyan galaxisok, amelyekben nincs. Igazából nem világos, hogy melyikben miért van, és miért nincs. De van. Közben a híres Millennium szimulációról mi a véleményed? Szerintem egy fantasztikus munka. Ajánlanak nekem teafűt, igen, rám férne. Elnézést kérek. Egy pillanat, keresem a többi kérdést, hogyha megtalálnám. Volt még, Péter? Tepi? Nem, ennyi volt ez a négy kérdés ott a Facebookon, és örülünk az aktivitásnak, és köszönjük szépen a kitartást.